Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és köszöntöm dr. Bálnóczi Jánost, aki elfogadta felkérésünket, hogy beszélgessünk egy kicsit a pénzről. A pénzről már egyébként nagyon sokat beszélgettek, nagyon sokat hallani róla, de hát én azt gondolom, hogy egy újszülöttnek minden vicc új, és a téma elég szerte ágazó ahhoz, hogy ismét elővegyük, asztalra tegyük, és beszélgessünk róla. Az apropója a beszélgetésnek a jegybanki függetlenség, mert hogy egyre többször halljuk, hogy a kormányunk büszkén állítja, hogy a magyar jegybank független, és a jegybank függetlenségét meg kell őrizni. Vajon tényleg független a jegybank, vagy kitől független, János? Hát üdvözlöm a nézőket, én is. A független jegybank ideája az körülbelül a rendszerváltozás környékén kezdődött. 1989-ben Új-Zélandban vezették be először a jegybanki függetlenséget, és utána döbbenetes módon egy év alatt szinte végigfutott a világon, ki segítséggel az IMF és a Világbank azoknak adott kölcsönt, akik hajlandók voltak elfogadni a jegybanki függetlenséget. Kitől független a jegybank? Na most a jegybank a hangzatos szólamok szerint a kormánytól független, valójában a nemzetétől független. Ez itt az alapvető probléma. Fölötte áll, hát a mi jegybankunk fölött két szervezet áll, az Európai Központi Bank és az úgynevezett BIS, vagy BIC, ez a nemzetek bankja lényegében, ez fogja össze az összes jegybankot. Még zárójelbe egyet hozzáteszek, hogy azért nincs benne a világ összes bankja a jegybanki függetlenségbe. Európára rákényszerítették, és mai napig is rákényszerítik. Hát én úgy tudom, hogy 4-5 országnak a jegybankja független, például Kuba, Szudán, Irán, Észak-Korea és talán Venezuela, gondolom. Kínáról nem tudni, hogy... Kína az teljes mértékben független, ő azt csinál, amit akar, olyan nagy hatalom, úgyhogy ebben nem érdemes mélyebben belemenni. Na most mit jelent a jegybanki függetlenség? Három dolgot szoktak említeni, személyi, pénzügyi és működési függetlenséget. A működési függetlenség, hogy érthető legyen, ez annyit jelent, hogy a saját célját ő határozza meg. Tehát nem az ország céljaihoz igazítja, hanem kívülről megmondják neki azt, hogy milyen célt kell követnie. Kik? Már mondtam az előbb. Az Európai Központi Bank és ez a bizonyos nemzetek bankja. Tehát nem egy választott testület, hanem egy valamilyen... Az egész bankrendszerben maradjunk abban, hogy demokrácia az ismeretlen. Beszélhetünk arról is, hogy mi ez a cél és eszközrendszer. Lényegében annyit érdemes tudni róla, hogy a cél az ma az infláció ellenesség, és csak az infláció ellenesség. Hajdanán a jegybankok, amikor támogatták a saját nemzetüket, akkor az infláció az harmadlagos cél volt. A jegybank az egyetlen elvileg, aki pénzt bocsáthat ki. Ez a fizikailag megjelenő pénzre igaz is. Így van. Tehát a jegybanknak... fizikai pénz alatt azt kell értenünk, hogy amit a zsebünkben hordunk, pontosan. A bankjegyeket. Tehát a bankjegyeket valóban a nemzetek jegybankjai állítják elő, ez az ő privilégiumuk. A jegybanki függetlenség tulajdonképpen azért keletkezett, és akkor egy kicsikét durvábban fogok fogalmazni, hogy az országokat el lehessen adósítani.
mondtad, hogy látszólag a kormánytól független. Valójában kitől független a jegybank? Valójában a saját nemzetétől. A nemzetétől. Tehát a nemzetét úgymond nem szolgálhatja, nem segítheti a saját nemzete gazdaságát, holott ez megint nem köztudott, pedig annyira egyértelmű, hogy a gazdaság határoz meg mindent az országban. Ha a jegybank nem segítheti a saját gazdaságának a fejlődését, mint ahogy Magyarországon látjuk, akkor a működésének valójában csak annyi értelme van, hogy a pénz urakat kiszolgálja. Hogy jön létre a gazdaság számára szükséges fizetőeszköz, mondjuk a forint? A jegybank vezetői nyitnak egy számlát az államnak, és akkor oda beírnak számjegyeket nagyon sok nullákkal, vagy valahogy másképp történik ez a folyamat? Hát azt hiszem, hogy ez a kérdés túl naív számomra, mert hogy ma egyértelműen, és ez benne van mindenhol az újságokban is, a kereskedelmi bankok állítják elő, lényegében a semmiből a pénzt. A gazdaság tehát számára. Így van. Tehát hitel formájában jön létre az a pénz, amitől a gazdaság működik. Ha pontosan. A kereskedelmi bankoknál tudunk felvenni hiteleket, akkor pénz kerül a gazdaságba, de amikor visszafizetjük a hiteleinket, akkor kivonjuk a pénzt a gazdaságból. Tehát akkor azért fontos, hogy még legyenek új hitelezők. Ugye a devizahitel hullám még le sem ment, még mindig rakják utcára az embereket, de már az újabb hitelezések, a lakosság hitelezések a egekbe törnek, és már magasabb szinten vannak, mint 15 évvel ezelőtt, mikor a devizahitel a legnagyobb csúcsára ért. Adós, az a kölcsönadó rabszolgája. De hát ezt, aki ez egy kicsit is tanul, na most pontosan, ez az egyik, és ez a fő cél, amiért az államokat el kellett adósítani. Tehát a teljes függetlenség, mint mindennel, ami erőszakkal hoznak létre, és ezt a jegybanki függetlenséget is lényegében erőszakkal hozták létre, vissza nem csak élni lehet, visszaélni is lehet. Ezzel csak, illetve a jegybanki függetlenséggel a valóságban csak visszaélni lehet. Egyrészt visszaélnek azzal, hogy az államokat eladósítják. Hihetetlen mértékben a világ is az egész világ el van adósodva, döbbenetes mértékben, és tovább kell adósítani, egész egyszerűen azért, mert a kamatos kamat az megköveteli a pénznövekedést, ha nem adósítják el, nincs pénznövekedés, akkor bedöglik a rendszer, összeomlik a rendszer. Muszáj, hogy megkérdezem, bár én nagyon sokszor beszéltem már erről, próbáltam a nézők figyelmét is felhívni, hogy ezt olyan sokat halljuk, hogy az államok adóssága. Hát kiknek tartoznak az államok? Tehát Magyarország államadósága is most a GDP arányosan 70%, de tudjuk, hogy Olaszország már kritikusan, már nem tudom, a GDP 200%-ánál tart, Németország is, Amerikáról meg ne is beszéljünk, az Egyesült Államokról, hogy ott mekkora államadóság van, ott időnként a kongresszusnak össze kell ülni, és újabb limiteket kell, maximum limiteket meghatározni, mert különben összedőlne az egész amerikai gazdaság. Kinek tartozik ez a sok ország? Egymásnak, vagy valakinek? Kereskedelmi bankoknak. Tehát gyakorlatilag a pénztulajdonosoknak, ha úgy tetszik. Bocsánat, akkor fordítsuk ezt le, csak a kedves néző kedvéért. Tehát kereskedelmi bankoknak, a kereskedelmi bankok azok jogi személyiségek, amiket magánszemélyek hoznak létre. Tehát magánembereknek tartoznak. Részvénytársaságok a kereskedelmi bankok, mint tehát nem állami intézmények, nem valami, nem tudom milyen nagyhatóságú vagy nagyhatalmú jóisten, hanem egyszerű fizikai lények, magánszemélyek, akik bírnak azzal a kiváltsággal, hogy ők bankot hozhatnak létre, és gyakorlatilag ezek a bankárok eladósították az egész világot. Nem csak, hogy eladósították, adósságban tartják, sőt az adósságot folyamatosan növelik. Mi a céljuk ezzel? A rabszolgatartás. Ugye? Hát a konkrét céljukat ők tudnak megmondani, mert megmondom őszintén, hogy én sem értem, hogy meddig lehet eladósítani a világot. Egy kicsit Görögország példája azért megmutatja, hogy mi a cél.
gyakorlatilag fölvásárolni az egész világot. Tehát, hogyha bedöntenek egy országot, én megdöbbentem azért azon, hogy Pireusz kikötőjét most már eladták, de kiknek, ugyanazoknak az embereknek lényegében. Ez egy, megint egy másik történet, de a cél az, hogy fölvásároljanak mindent. Igen, a jegybanki függetlenséggel együtt indult meg ugye ez a privatizáció és az egész világon, de ennek is a célja alapvetően az, hogy az állami vagyonok, tehát a nemzeti vagyonok, azok magánkézbe kerüljenek, és aztán ezek a magánkezek időnként változnak, és egyre inkább centralizáltan, egyre inkább központosítottan kerülnek egy egyre szűkebb kör kezébe. Nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Ez egyértelmű. Na most ennek az egyik eszköze, és szerintem, miután az emberek nem értik a jegybanknak ezt a függetlenségét, a legaljasabb módszere ez a jegybanki függetlenség. Tehát az, hogy megszerezzék még a földet az emberek lába alól, a házukat, gyakorlatilag még a fogkeféjüket is lassan már ők fogják megszabni, hogy mikor és hány darab fogkefét használhat valaki, mert minden a kezükbe kerül a pénz által. Tehát a pénzrendszer maga hibás. Tehát azért hozták létre ezt a pénzrendszert, és a pénzrendszernek pontosabban ezt a típusát, hogy el tudják adósítani az embereket. Tehát régen is mi volt? A 2007-es válság során, vagy a 2007-es válság előtt mit csináltak? Eladósították az embereket. Amiben ugye egymásra mutogatás van, hogy ki a hibás. Alapvetően, ha tetszik, ha nem, a jegybank akkori felelőssége meg egyértelműen meghatározható, mert neki megvolt az a joga, hogy letiltson bizonyos banki műveleteket. Ma is megvan ez a joga. Hát sőt, a magyar devizahitel buli kezdetén a Magyar Jegybanknak lehetősége lett volna arra, hogy ezt a hazugságot leállítsa, hogy most akkor svájci frankban ad hitelt az embereknek. Hát a bankoknak nem is nem volt svájci frankja, ha volt, akkor legfeljebb az a pár kis tétel, amit éppen aznap kihiteleztek, mert hát papíron, mert valójában mindenkinek forintot adtak, tehát azonnal vissza is váltották. Tehát adok neked 100 frank kölcsönt, na de neked forint kell, de írd alá, hogy 100 frank kölcsönt kaptál, a frankot meg mindjárt tedd ide, és adok helyette forintot. Tehát ezt az átverést, és a Magyar Nemzeti Bank, nem csak a magyar, a nemzetközi pénzügyi szervezetek is ezt egyébként szépen végignézték, és hol egyik szemüket csukják le, ugye most is, hol másikat. De János, egy picit tágítsuk a kört. Említetted többször, hogy a közgazdászok, így a közgazdászok úgy. Az én privát véleményem, és én nem vagyok közgazdász, engedtesse meg, én a közgazdaság tant, áltudománynak tartom, és azok, akik a közgazdaságot, mint tudományt hirdetik, azok már eleve ennek a bizonyos háttérhatalomnak a nótáját fújják, tehát beépített emberek, vagy pedig annyira ostobák, hogy nem tudnak gondolkodni. A közgazdaságtan a kapitalizmus szüleménye, a kapitalizmus a végtelen növekedése alapított tőkehatalom, amelyik nincs semmire tekintettel, sem élőre, sem élettelenre. Egy a lényeg, hogy minél több profitot tudjon termelni a tőke tulajdonosoknak. A kérdésem az, hogy mert ugye a gazdasági, a kapitalista gazdaság, a magyar állam is folyamatosan erről cikkezik, a médiában erről hallunk, hogy akkor a magyar gazdaság egyre jobban teljesít, és növekedési pályán vagyunk, és még növekedési pályán vagyunk, és még növekedési pályán vagyunk. A pénz közben persze mindig inflálódik egy kicsit, tehát mindig értéktelenebb lesz, ezért mindig több lesz. Tehát hova vezet ez egy véges világban? Hogy lehet végtelenül növekedni, amikor egyszerűen elfogynak az erőforrásaink? Utolsó kérdésem. Van-e valamilyen alternatív megoldás, van-e a társadalmak szereplője, a népcsoportok kezében valami lehetőség, hogy kicsit függetlenítse magát a független jegybankjától?
vagy a független kereskedelmi bankrendszerétől? Hát az egyik, amit már említettem, ez a szövetkezet, amit sajnos lejárottak eléggé nagy mértékben a szocialista... Szövetkezzünk arra, hogy most igen, csak hozunk. Hogyha kényszerítik az embert a szövetkezésre, annak nem túl pozitív a hatása. Egy házasság is, a kényszerházasság általában nem, hosszú távon nem kifizetődő. A másik az lenne, hogy miután az emberek joga pénzt kibocsátani, ha nem forint elnevezéssel bocsátja ki, akkor bárki bocsáthat ki pénzt. Az, hogy forint, ez egy márkanév, így van. Amit csak a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Állam felügyeletével teremthetnek meg azok, akik erre jogosítványt kaptak, de csak ez van levédve. Hogyha Bikmaknak hívjuk, azt... Az bárki kibocsáthatja. Az bárki? Bárki. Ezt hívják ugye, aki ismeri a fogalmat, helyi pénznek, én népi pénznek hívnám inkább, és annak hívom, mert csak egy probléma van vele, hogy ezt el kell tudni fogadtatni. Tehát kell egy közösség, amelyen belül kering. Méghozzá az alapvető problémát az én meglátásom szerint az jelenti, hogy termelők kellenek bele. Tehát méghozzá, ugye mi az életünk alapja, az élelem. Ha van egy élelmiszer termelőkör, van egy elfogadói kör, aki fölvásárolja, és egymás között saját pénzben számolnak el, akkor akár fizikailag kibocsátott pénz, bár ez eléggé veszélyes, mert az állam erre ráteszi a kezét, mint ahogy rá is tette, tönkre is tette ezeket a pénzeket, ugye a Soproni korona már, vagy Soproni kékfram bedőlt, a Balatoni korona bedőlt, egy csomó, amit terveztek, nem jött létre. Ezek nem közösségi pénzek, ezek de, állami ellenőrzés mellett folyó, és forint alapúak egyébként. Pontosan, tehát miután a szigorú forintfedezet előírt, ezért ezek jelen pillanatban nem működőképesek. A magánemberek által létrehozott számlapénzrendszer az, amit viszont nem is tud ellenőrizni az állam, semmilyen fog. Hát most, hogyha kiveszem azt, hogy a CIA mindent ellenőriz, ami a számítógépen történik. A Google meg a Facebook meg igen, mindenki mindent lát. Ezen kívül, de hivatalosan az állam a számlapénzt nem tudja ellenőrizni. Tehát, hogyha valakik megegyeznek abban, hogy számlapénzzel fizetik egymást, és létre tudnak hozni egy zárt kört, abban az esetben ez működik, de ehhez meglehetősen magas pénzügyi kultúra szükséges. Tehát akárki, akárhogy nem hozhatja létre. És van még egy hátulütője. Ezek a rendszerek érthetően, miután a pénzügyi műveltség hiányzik az emberekből, akkor működnek jól, ha pénzhiány van egy adott területen. Mert akkor pénz helyettesítőként működnek, akkor flottul megy a rendszer. Látjuk, hogy ilyen közösségi pénzrendszerek azért vannak az országban, több helyen is próbálkoztak már, kevesebb sikerrel, azonban valahogy mégsem tudnak ezek elterjedni, egyik sem tud olyan népszerűvé válni, hogy igazán elkezdjen működni, funkcionálni, pedig a lakosságnak már nagyon kellene érteni, hogy fel kell, hogy készül a következő összeomlásra, és hogyha nem tagozódik be egy ilyen alternatív pénzhelyettesítő rendszerbe, egy ilyen csereeszközbe, akkor hát elég nehéz helyzetbe is kerülhet. Mi ennek az oka, hogy az emberek ezt nem értik meg, vagy hogy ilyen nehezen terjed ez el? Az egyik az, hogy a magánkibocsátás mögött nem áll állami garancia. Tehát senki nem garantálja, hogyha én teljesítek valamit az érdekapott idézőjelbe tett számla pénzért, tehát ezért a bizonyos népi pénzért, utána tudok vásárolni valamit. Tehát a bizalmatlanság.
Tehát van egy, és a bizalmatlanság ma óriási az emberekben. Érdekes, minden hogy iránt. A hitelpénzzel szemben viszont nem vagyunk bizalmatlanok, pedig... Mert mögötte áll az állam. Még azért, mielőtt befejezzük, egy dologról szeretnék szólni. Igen. Mert ez hát, mondhatnám úgy, hogy nekem csípi a szememet, ez a bankkártya használat. A független jegybankhoz látszólag nem tartozik hozzá, pedig nagyon szigorúan hozzátartozik a bankkártya használat. A jegybanknak a pénzkibocsátását visszaszorították teljesen a kereskedelmében, miután független is nem bocsáthat ki pénzt. Nem bocsáthat ki készpénz sem, hanem mindenkitre először kényszerítették a bankkártya használatot, gondoljunk bele arra, hogy törvényt hoztak el, amit utána az Alkotmánybíróság megsemmisített, hogy a vállalatok a kifizetéseiket csak bankkártyán teljesíthetik. De az emberek többsége behódolt, hogy úgy mondjam, a bankkártyának. Népszerűsítik. A számomra az a döbbenetes, hogy a pénzügyes közgazdászok is büszkén mutogatják, hogy hány bankkártyájuk van, meg milyen bankkártyájuk van, tudnélik. A kereskedelmi bankok túlzott tevékenységének az egyik ellenszere a készpénz. Ha készpénz van a gazdaságban, akkor a bankok nem tudnak pénzt teremteni. Na most ezért az embereknek mindenhol, hát engem körülbelül nem tudom, 15-20-szor hívtak föl, hogy az már a bank, ahol némi készpénzt tartok, hogy a kártyám legyen. Hozzáteszem, hogy azon kevesek közé tartozok, akinek a mai napig nincs kártyája, elvi okokból, mert miután utálom a bankokat, a kereskedelmi bankokat, nem vagyok hajlandó beszállni ebbe a körbe. Tehát, hogy az embereknek annyi eszük volna, hogy egy kicsikét fölvinnék a készpénz használatukat, és nem lennének baj, és nem pinkódott meg mindent, nem kellene megjegyezniük. Ennek, na, azt mondják, hogy ez föl megkönnyíti a áruforgalmat. Ez egy hazugság. Hát most a készpénzhez képest mi a könnyebbség? Az, hogy pinkódot kell megjegyeznem? Az, hogy a bankkártyámat ellophatják, a bankkártyám pinkódját lemásolhatják. Tehát nekem nem mondják azt, hogy biztonságosabb és kényelmesebb, mint a készpénz használat. Hát egyre kiszolgáltatottabb vagyunk. De a lényeg az az, hogy abban az esetben, ha készpénzt használunk, akkor azt ki kell bocsátani a Magyar Jegybanknak, ezt nem lehet megtiltani. János, nagyon szépen köszönöm. Összefoglalva akkor ezt az üzenetet, a készpénz legyen velünk, és legyen veled is. Köszönöm, és remélem hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést, mert szerintem ebből még nagyon sok olyan részlet van, amiről beszélnünk kell. Köszönöm, János, és köszönöm a nézőknek is a figyelmét. Nézzék továbbra is a CMM TV műsorait. Viszontlátásra! Viszontlátásra!